Nem akarok hosszan szólni, mert ilyen késői órában talán nem kell itt a minden egyes részletébe a 13 javaslatnak belemászni. Csak engedjék meg, hogy azt hadd fogalmazzam meg, hogy az ember mindig töri a fejét, hogy ez hogyan működik önöknél a minisztériumban vagy a kormányban. Tehát, hogy van egy ilyen vezetői értekezlet, ahol összehívják az összes osztályt, és azt mondják, hogy mindenki húzzon ki minden fiókot, ami talán nézze meg, hogy van-e még valamilyen elfekvő javaslat, amit még valamilyen módon nem tettünk bele egy ilyen csomagba, és akkor szedjük ezt így össze, hozzuk be, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Ugye elmondtam egy előző hozzászólásban, hogy ebben a 31 törvényjavaslatban, amit ugye itt önök az éleppel alatt pár nap ezelőtt benyújtottak, ebben nyilvánvalóan tudjuk, hogy a holnapi nap az igazán fontos, a holnapi nap teszik meg azt a szükséges lépést, amit valamiért önök úgy gondolják, hogy a választások előtt meg kell tenni, és akkor mindig ugye azon töri az ellenzék a fejét, hogy a többi törvényjavaslat közül melyik az, amelyikben valamilyen módon olyan kommunikációs paneleket rejtenek el, ami aztán eléhúzható annak az egyébként, hát nyilvánvalóan az átlag emberek számára is szabad szemmel is láthatóan egyértelmű ügyeknek. Én megmondom őszintén, lehet, hogy ilyen feladatot kapott az önök tárcája, és ezt szedték össze. Én amikor annó a saját kerületemben polgármester lettem, ugyanezt csináltam fordítva. Tehát ezért az elején kell megcsinálni. Tehát bemegy az ember egy új helyre, és akkor azt mondja, hogy ha úgy érzik, hogy valami az előző időszakban nem volt jól szabályozva, úgy érzik, hogy valamiért nem jutottak át az akkori vezetésen, azt most vegyék elő, én készen állok arra, hogy mindent megnézek. Nem értem ezt, miért csinálják búcsúzóul? Tehát mi az a szándék, ami alapján úgy gondolják, hogy egy évvel a választások előtt olyan ügyekben kell olyan generális döntéseket hozni, ami tulajdonképpen teljes egészében ellentétes azzal, mint amit eddig bármilyen szempontból kommunikáltak, vagy általában kommunikálnak. Tehát tényleg teszek egy vallomást, lehet, hogy bizonyos szegmensében nem vagyok alkalmas politikusnak, mert amikor hallgatom például a Nacsa Lőrincet, én készen állok arra, hogy higgyek neki. De mindig tud olyanokat mondani aztán utána, ami teljes egészében lehetetlenné teszi ezt a dolgot. Tehát higgy el, hogy én alkatilag olyan vagyok, hogy amikor valamit így elolvasok, vagy megnézek, vagy valakivel elkezdek vitatkozni, akkor tényleg őszintén azt gondolom, hogy onnan nézvést a világot, valószínű, hogy ebben vannak igazságelemek. De most tényleg mondják meg, hogy ebben a 13 törvényjavaslatban, amit benyújtottak ebben a csomagban, most egyébként a járvány kellős közepén, mi az, ami bármilyen szempontból beleilleszthető egy olyan Magyarország képbe, amit úgy gondolják, hogy a következő évtizedekben errefelé kellene menni. Tényleg komolyan gondolja bárki azt, hogy önöknek el fogják hinni azt, hogy mindez azért történik, hogy az állam kijebb vonuljon és a bürokráciát csökkentsék. Hát az egész eddigi kormányzásuk, az egész eddigi filozófiájuk arról szólt, hogy önök meg vannak győződve arról, hogy senki helyben nem képes a dolgokat jól vinni, hiszen ott alkalmatlan emberek vannak. Lehetőség szerint mindent meg kell próbálni központosítani, lehetőség szerint meg kell próbálni mindent centralizálni, és mert majd mi tudjuk, mert majd itt minden egyes készség és képesség ehhez rendelkezésre áll. Szóval ne haragudjanak, még egyszer, nem akarok belemenni itt a részletekbe. Általában azt fogjuk elmondani a következő nap is, és most is ezt mondjuk, hogy semmi olyan dolgot nem fogunk a következő időszakban támogatni, hogy bármilyen szempontból az állam figyelme alól, az állami vagyonkezelés irányából kiviszi egy olyan sávba, ahol már csak egy nagyon pici lépés az, hogy bármilyen szempontból magánvagyonná váljanak. El fogjuk ezt mondani, és nem fogjuk semmilyen formában az ilyen típusú javaslatokat támogatni. Még egyszer mondom, most én meghagyom a többieknek azt, hogy részletekről beszéljenek. Köszönöm szépen!